1956. októberében az ifjúságnak hite, ereje és bátorsága volt, hogy a tegnapból átlépjen a holnapba. A holnapba lépést az egész ország rövid idő alatt követte, és magával sodorta egész Európát. Először fordult elő a kommunizmus történetében, hogy egy nép nyíltan fellázadt az önkény ellen, és bár győzni akkor nem tudott, de gyógyíthatatlan sebet ejtett a legpusztítóbb zsarnokság testén. A magyar nép szempillantásnyi idő alatt felismerte, hogy a kommunista diktatúrával együtt élni nem lehet. A kommunizmus javíthatatlan, mert bajait nem beteges kinövések, hanem eredendő szervi elfajzások okozzák. E bevezető gondolatok után szeretettel köszöntöm Önöket a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközségnek az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára rendezett megemlékezésén. Külön szeretném köszönteni dr. Rétvári Bence urat, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkárát és Tordai Lejkó Gábor főkonzul urat, hazánk hivatalos képviselőjét. Tisztelettel felkérem dr. Rétvári Bence államtitkár urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Plébános atya, tisztelt főkonzul úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves cserkész testvéreim! Nagyon szépen köszönöm a meghívást ebből a közösségbe az október 23-ai ünnepnap elő-elő estén. Ahogy beléptem a terembe, azért fogott el furcsa érzés, mert kicsit olyan, mint amikor az ember Erdélybe megy, hogy sok-sok-sok órát autózik, de amikor megérkezik, akkor az ott levőkből úgy érzi, hogy otthon van. Hogy a rendezvény kezdetét nem egy síri csönd fogadja, mindenki beszélget a mellette ülővel. Ez is azt mutatja, hogy ez egy élő közösség, ahol az ember haza tud érkezni. Ez mindig szerintem az ember számára egy megerősítő dolog, hogyha ilyen közösségből léphet, és jó érzés úgy magyarnak lenni, hogy érzi az itteni közösségnek az erejét, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Na meg, hogy a himnusz sem mindenki az orr alatt mondogatja csak halkan, hanem úgy zeng, az is azért jó érzés sok száz kilométerre. Egy nagyon nagy ünnepnapnak vagyunk valóban a vigiliáján, így is mondhatom, pláne egy templomban, hiszen október 23-a valóban talán a legszebb napja volt a 20. századi magyar történelmnek, bár biztos, mikor egyes nemzeti részek ideiglenesen visszatértek, azok is fontos pillanatok voltak, de itt is pár napra, másfél hétre a magyarok vissza tudták szerezni a szabadságukat. Mégpedig egy olyan helyzetben, amelyik akár reménytelennek is tűnhetett, hiszen a világ akkori legerősebb hadserege volt az, amelyik leigázta az országunkat, amely egyfajta gyarmatává, alávetett országává tette Magyarországot, de mégis a magyar emberek egy ilyesfajta elnyomásban föl tudtak lázadni, és a szabadságukat ki tudták vívni, ha csak szűkebb időre is, ahogy mondtam, de mégiscsak szabadság levegőit lehetett szívni Budapesten és Magyarországon. Ha arra az időszakra gondolunk, azt láthatjuk, hogy nem azért volt Magyarországon kommunizmus, mert azzal az emberek többsége valaha is egyetértett volna Magyarországon. Soha, semmikor valós, demokratikus, az emberekből eredő legitimációt soha nem kapott a kommunista rendszer, ahogy a másik szélsőséges rendszer, a nyilas rendszer sem kapott soha Magyarországon. Az történt csak a történelmünkben, hogy jöttek olyan erők, megszálló csapatok, akik mindig találtak egy szűk, azt is mondhatjuk, és az alaptörvényünk is így fogalmaz, egy szűk bűnözői kört, akik a saját hatalomszerzési vágyuk miatt, hogy ők uralhassák az országot és előjogai legyenek, ezért még arra is hajlandóak voltak, a hazájukat elárulva bűnözőként, hogy a szovjet hatalommal, vagy előtte a náci hatalommal kollaboráljanak, és az ő érdekeiket szolgálják ki. De ez mindig, minden esetben, 20. században és Magyarországon csak egy nagyon-nagyon szűk kör volt, aki kiszolgálta, és kiszolgálta a külföldi hatalmakat, és kiszolgáltatottá tette az országot is. És azt is láthatjuk, hogy mivel egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet vagyunk, nem is futja két ilyen
bűnözői körre. Talán önök is jártak a terrorházának az átöltöző szobájában, ahol látható az a formanyomtatvány, amit Rákosiék nyomdában nyomadtak, amelyben az egykori náci rendszert kiszolgáló emberek egy formanyomtatványon bánhatták meg a bűneiket, és léphettek be a pártba, és lehettek részei az akkori elnyomó hatalomnak. Engedjék meg, hogy erre vonatkozóan egy kis részletet is felolvassak önöknek, és pár hónap ezelőtt találkoztam ezzel a történettel, Éva történetével, ezért kértem egy ismerősömet, hogy keresse is meg, hadd olvassam fel önöknek. Ez egy Tóth István nevű úriembernek a Ferencvárosi Sétán című kötetében található meg, és arról szól, hogy találkozik Ágival, és az ő jó ismerőse ez az Éva, akiről ez a történet szól, nagyon rövid felolvasom. Következő sarkon már a mi utcánkba fordulok be. Véletlenül Ágival találkozom. Az ő szülei is megértek a poklát, de legalább hazakerültek. Itthon öregedtek meg, és hazai földben nyugszanak. Ő egy lépcsőházban lakik, anyai barátnőjével, Évával. Éva Auschwitzban volt, így meséli el Ági, de ő nem onnan jött végül haza. A szovjet katonák elfoglalták a tábort. Öröm volt és újongás. Nem is reméltük, és mégis élünk. Élünk és szabadok vagyunk. Ezt mondták akkor. Azután egy-két nap, és csattan újra a zár a marha vagonok ajtaján. A nácik egykori még munkaképes fogjaival indul a vonat a mocsarakba, Brajnszk erdeibe. Újra szöges drót, újra láger, újra éhezés. Davaj rabotaj! Amit ezek az emberek átélhettek, ezt a kétségbeesést, ezt a küzdelmet az életért megírni, ehhez bizony egy Shakespeare zsenialitása kellene. Éva és Ági nem kis ferencvárosi hősünk. Ez a történet is mutatja azt, amit talán Nyugat-Európában leginkább azok az emberek tudnak, akik Kelet-Európában érkeztek. Hogy még mindig kettős mérce van Nyugat-Európában, és azokat az embereket talán kevésbé értékelik, akik 62 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án a kommunista diktatúrában szemben házadtak fel. Mert talán annak a diktatúrának a miben léte, az embertelensége nem ismert. Azért, ha csak a számokat megnézzük, Magyarország 10 millió lakosával, a gulágra elhurcoltak 800 ezer embert, minden 12. magyart. 1950 és 53 között 1 millió ember ellen indítottak valamilyen rendőrségi eljárást, minden 10. magyar ember. Ebből az 1 millió rendőrségi eljárásból több mint 600 ezer ügyészségi vádirat keletkezett. A több mint 600 ezer ügyészségi vádirat nyomán több mint 300 ezer elmarasztaló bírósági ítélet jött létre. Politikai okokból, nemzet megfélemlítése okán. Egy 10 milliós országban. Gondoljuk bele ezekbe a számokba, és érdemes talán másoknak is a saját országaikra ezt kivetíteni. Ez mutatja azt, meg az is nyilván, az 56-os forradalom után többszörösebb volt a kivégzettek száma, mint Hajnal idején 1949-ben. Ez mutatja, hogy milyen mélyre hatolt a kommunizmus, mennyire próbálta megtörni a nemzetet, és mindent kiirtani belőle, ami emberséges volt, vagy ami történelmi volt. És micsoda a kínokat kellett 40 éven keresztül kelet-európai országainak kiállni, és ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, talán 1956 volt, október 23-a volt az a pillanat, amikor megérezték, hogy nem egy jókedvű, egyenlőségre épülő társadalom épült ki, hanem egy embertelen, kínzó diktatúra az, amiben a közép-európai országok úgy nyögnek, hogy ezt tétlenül nézik a nyugat-európai országok. A kommunisták számára mindenki ellenség volt, aki hazaszerető volt, vagy hívő volt. Hazaszeretett tiltott fogalom volt, és nem volt összeegyeztető a kommunizmussal. A kommunistáknak nem hazája volt, hanem lakóhelye. Sokszor nevükben is ezt megjelent, hogy kommunisták magyarországi pártja. Hogy ők elsősorban kommunisták, és az csak egy adottság, hogy éppen mondjuk Békés Csabán születtek, vagy Sopronban születtek, de a proletár internacionalizmus ideológiája, amely persze nem volt igazán a proletárok segítsége, hiszen az előbb említett sok százer ember nem mind főnemes volt, meg nem mind nagy birtokos, hanem ezek ugyanolyan munkás emberek vagy paraszt emberek voltak, mint akiknek elvileg a nevében a hatalmat gyakorolták az akkori kommunisták. Nos, de hát nekik, ahogy mondtam, a proletár internacionalizmus, tehát a nemzetközi ideológia, a marxizmus, a leninizmus volt
a fontos, és ennek a nevében gyilkoltak. És itt tennék egy zárójelet, hiszen azért mégiscsak Marxnak egy évvel ezelőtt is szobrot avattak, ami egy kelet-európai ember számára felfoghatatlan. Pláne az Európai Bizottság elvileg jobboldali néppárti elnöke elmegy és tiszteletét teszi ezen alkalomból. Mondjanak nekem egy olyan országot, ahol a marxizmust átültették a gyakorlatba, és nem diktatúra lett, nem elnyomás lett, nem erőszak lett. Mondjanak egy országot, ahol volt marxizmus, de nem voltak gulágra, vagy a magyar portugáli kényszermunkatáborra, vagy a recski munkatáborra hasonlító más táborok, ahol nem voltak politikai okokból bebörtönzések vagy kivégzések. Nincs. Október 20-án emlékeztessünk mindenkit, ahol most szobrot kapó Marx könyveit, elméletét a gyakorlatba átültették, 100%-ban diktatúra jött létre. Mert egy diktatúrára épülő gondolatvilág. Tudják, az ember, amikor megszületik, akkor vannak bizonyos alapadottságai, amik mindig kijönnek, az ember természetéből fakad, antropológiai összetevőnk, benne van a génjeinkben. Megszületünk, férfiak nőnek, családunkban születünk, szeretjük a szüleinket, együtt élünk velük, kialakul a világnézetünk, amit általában a szüleinktől öröklünk, de van, aki nagy küzdködése során lehet, hogy másfajta hitet, világnézetet talál, mint amit a szülei adtak volna át, ki a nyelvén, a kultúráján keresztül egy nemzetnek a tagjává válik, ezek mind teljesen természetes dolgok, és bárhol egy embercsoport létrejön, előbb-utóbb ezek a tulajdonságok, ezek az összetartozások létrejönnek mindig. De vannak olyan ideológiák, vannak olyan rendszerek, akik ezt nem tisztelik. Akik a természeti törvényt nem tisztelni akarják, hanem átírni. Márpedig a természet törvénye, mert mindig, mindenhol az emberek ezeket viszik. A kommunizmus például. Amikor azt mondták, hogy a gyerek jelentse fel a szüleit. Mert a szüleje nem elég jó kommunista. És erre próbálták a gyerekeket rávenni. Ez az emberi természet alapvető részével ellentétes. Ezért van október 23-dik, ezért robban ki egy forradalom. Mert egy rendszer az alapvető emberi értékeket, az alapvető emberi tudatosságokat nem tiszteli. Vagy meg akarja tagadni az emberektől, hogy a hívő közösség részeivé válnak. Vagy nem akarja elfogadni, hogy hazaszerető emberek legyenek, hanem tehát a nemzeti közösséghez való tartozást háttérbe akarja szorítani. Ezek annyira az ember természetéből, a világ minden részén, minden emberből jövő teljesen természetes igények, teljesen természetes tulajdonságok, amelyeket nem lehet háttérbe szorítani. És azért is mondom, hogy nyilván ennek ma is van aktualitása. Nem úgy szuronyok élén, mint 1849-ben, vagy 1956-ban, vagy előtte a 40-es évek végén, 50-es évek elején. De most is sok hasonló alapvető tulajdonságot, a nemzethez való tartozást, az identitásunknak sok elemét akarják leépíteni. Amit nem lehet, mert ez az ember természetéből fakad. Nyilván akkor más voltak a módszerek, most mások a módszerek, most nyilván a médián keresztüli nyomásgyakorlás, vagy akár a nevetségessé tétel a politikában, és hasonló módszerek azok, amelyek inkább dívnak. Hála Istennek, hogy már nem az erőszak. De a cél sokszor ugyanaz, és az ideológia, amelyik nem tiszteli az embernek az alapvető tulajdonságait, annak az ideológiának hosszú távon táptalaja nem lehet. Hiszen ami így embertelen gondolkozik, az előbb-utóbb emberellenes lesz. Mint hogy a kommunista diktatúra is emberellenes lett, ezért nagyon bátran fellázadtak 1956-ban a magyar kommunista diktatúra ellen. Nagyon-nagyon bátrak voltak. Nem mérlegeltek. Nem számoltak. Nem azon filozofáltak, hogy nekünk hány fegyverünk van, a szovjeteknek hány fegyvere van, milyen esélyünk van legyőzni a szovjet tankokat, hány molotov koktélt tudunk rádobni a tankokra, hanem mentek és harcoltak. Nem mérlegeltek, harcoltak. Hittek abban, gondoljunk bele, 50-62 évvel ezelőtt, hittek abban, hogy ők a saját erejükkel a sztálini típusú diktatúrát meg tudják dönteni, és helyette egy demokráciát tudnak létrehozni. Ebben mertek hinni abban a nyomasztó, egymás fejletésre épülő rendszerben. Amikor minden munkája pártitkár jött, amikor kiment a bérházból, akkor a házmester jelentette, hogy ki mikor kivel találkozik és hova megy. Amikor mindenhol mindenkit megfigyelt, abban a reménytelen helyzetben voltak olyan bátrak ezek a pesti srácok, ezek a magyar emberek, hogy fölmertek lázadni a legerősebb diktatúrával szemben. Egyrészt azért, mert már annyira tartatatlan volt a helyzetük, mind a szabadságok, mind a jólét terén, de másrészt, mert óriási bátorság és óriási hazaszeretet volt bennük.
és hittek abban, hogy demokráciát lehet csinálni, aztán egy diktatúra helyett. Szabadság szerető emberek voltak, akik nem voltak megalkulók, és azért rájuk emlékezünk, és azért lettek ők az év embere, utána 1958-ban a Time magazin címlapján is, és azért adja meg a magyarok megbecsültségét világszerte az 1956-os forradalom, mert nem voltak megalkuvók, mert nem kompromisszumot akartak kötni, hanem szabad Magyarországot akartak kivívni mindenáron. Szabad Magyarország. Független Magyarország. Nekik ennek óriási értéke volt. Nyilván nekünk, mondjuk az én generációknak, én 9 éves voltam akkor, amikor rendszerváltás volt, önök is aztán viszonylag hosszabb ideje itt egy szabad világban élnek, nem mindig értékeljük ezt. De ezért vannak ezek az ünnepnapjaink, október 23-a is. Hogy értékeljük, hogy van a szabadság, és ezt nem önmagunktól kapjuk. És szabadság mellett a függetlenség Magyarországon minden forradalomnál előfordult. A forradalom, hogy az embereknek a saját egyéni szabadságukért vívott küzdelem. A szabadságharc pedig az ország függetlenségért vívott küzdelem. Így volt ez 1848-49-ben, és így volt ez 1956-ban is. Mert nekünk magyaroknak ez a kettő vagy mindig összetartozik. A magyar emberek akkor tudják csak a saját szabadságokat kivívni, hogyha az ország függetlenségét is elérik. Mert a saját egyéni szabadságoknak az volt a korlátja a történelem folyamán századokon keresztül, hogy az ország nem volt független. Magyarországon belülről diktatórikus eszmék nem alakultak ki. Nem jutottak hatalomra. Azok mindig külföldről érkezett eszmék voltak, amelyek a 20. században diktatúrát okoztak, elnyomást okoztak Magyarországon. Belülről mindig a szabadság rájött, és a szabadságért vívott küzdelem, külföldről pedig az elnyomó ideológia. Ezért is volt fontos a magyarok számára mindig, persze ez már a kuruckortól visszamenőleg más-más okokból természetesen, mint a 20. században, a nemzeti függetlenségnek a kihívása. És ugye Ronald Reagan is azt mondta, hogy minden nemzedék egy generációra van a szabadság kiválásától. Ezt azért mondta, mert ha van egy generáció, amelyik nem értékeli a saját szabadságát, akkor el fogja veszíteni. Valamit nem értékelünk, akkor ezért nem küzdünk, nem harcolunk, nem vállalunk ki a konfliktust, el fogjuk veszíteni. És hogy mi az, ami a miénk? Amit kapunk? Amit találunk? Ami vagy a miénk lesz? Nem. Az a miénk magánéletben is, de a nemzet számára is, amit nem tudnak tőlük elvenni. És azt nem tudják elvenni, amit nem adunk. Amiért harcolunk, amiért küzdünk, amiért konfliktust állunk. És otthon, azért ebben az elmúlt években egy elég erős küzdelem zajlik, vagy otthon irányából másfelé. A saját magunk tiszteletének a kivívása. Hiszen ha megnézzük egy századdal korábbi történelmünket, 1849, 1867, 1849-ben az akkori uralkodó, aki ugyanaz volt, ugye, mint 1867-ben, úgy akarta a magyar ügyet rendezni, hogy kivégeztette a tábornokokat, kivégeztette a miniszterelnököt, bebörtönzött rengeteg embert. Majd ugyanez az uralkodó 1867-re eljutott oda, hogy a magyarokkal így nem lehet előrülni, hanem ki kell egyezni. A kiegyezésnek nem csak magyar oldala van, Testbudán, hanem volt Bécsben is oldala. Amikor rájött, hogy egyenrangú félként kell Ausztriában is a magyarokat kezelni. Mert ha egyenrangú félként kezelem, ha kiegyezek, akkor az egész akkori sok nemzetűségű államalakulatnak, az akkori osztrák-magyar monarchiának akkor vezethet a nagyobb jólét felé és a nagyobb politikai befolyás felé az útja. Egy ilyesfajta kiegyezés a túloldal szempontjából is, a magyarokkal való kiegyező fél szempontjából is fontos. Hogy megfélemlítés, erőszak, vagy pedig a tisztelet az, ami ezt a viszonyt meghatározza. Azért is jó érzés, legalábbis számomra Magyarországba érkezni, mert talán Magyarország volt az első az elmúlt években, aki nem a megfélemlítés, vagy az erő hangján, vagy a kioktatás hangján akarta magyarokkal beszélni, hanem a tisztelet hangján sok magyar álláspontot követve is. Ami még Budapesten sokan meglepődtek, amikor a magyarok egyik vagy másik álláspontot Magyarország kapcsán, a bevándorlás kapcsán, az erőszakosan erőltetett lakosságcsere kapcsán a magyarok a magyar álláspontot támogatták, és azt hiszem, hogy a magyarok sok európai nemzetnek, országnak példát mutattak azzal, hogy hogyan kell a kelet-európai országok felé viszonyulni. És hogy a nyugat-európai országoknak le kell számolni a kettős mércével. Nem csak azzal a kettős mércével, amelyik diktatúrák áldozatait megkülönbözteti egymástól, és sokkal inkább törődik azzal a valóban szörnyű diktatúrának az áldozatával,
aki a náci rémtettek áldozatát, és mintha másodrangúként kezelni azt, aki a kommunista rémtettek elől menekült, vagy azoknak az áldozata lett. És ugyanígy a kettős mércét meg kell szüntetni, azzal szemben, ahogy egy nyugat-európai ország egy másik ország véleményét tiszteletben tartja, és hogy egy kelet-európai ország véleményét nem tiszteletben akarja tartani, mert akarja változtatni. Hogy a torkán le akarja nyomni a saját álláspontját. A monarchiában is évtizedeknek kellett eltenni, hogy ezzel valóságá váljon, és a megfélemlítés helyett a tisztelet hangja valósuljon meg. Úgy látszik, még az Európai Unióban is éveket kell várjunk, míg a nyugat-európai országok nem csak végrehajtatni, elfogadtatni, bármilyen nyomásgyakorlással elfogadtatni akarják a saját álláspontjukat a keleti országokon, hanem valamikor majd talán tisztelik is annyira, mint a másik nyugat-európai országokét. Mi úgy gondoljuk 1100 éve itt élve a Kárpát-medencében, hogy már 1100 éve egy európai nemzet vagyunk, egy nagykorú európai nemzet vagyunk. Sajnos úgy látszik, hogy sokan Nyugat-Európában még ezt a nagykorúságot nem vették észre, hanem úgy gondolják, hogy itt még gyámolítandó országokról van szó, hogy ne a gyarmatosító kifejezést használjam. Abban bízunk, hogy amikor sokféle táján a világnak meglátják azt a bátorságot és ezt a demokrácia iránti elkötelezettséget a magyarokban, ami 1956. október 23-án volt, akkor talán rádöbbennek, hogy ez a nemzet már generációk, évszázadok, sőt egy évezred óta egy nagykorú nemzet. És így is fognak velünk bánni mindig, mindenhol, és a tisztelt hangján beszélnek velünk mindig, még akkor is esetleg a véleményeik nem találkoznak, hanem ütköznek egymással. Nagyon szép ünneplést kívánok önöknek, és nagyon köszönöm, hogy meghívtak a mai napra.